Sziasztok! Ma folytatom a Mountain Blade Warband végigjátszásom a Tsaranida módra. És itt maradt abba ugye, hogy hát hadban állok ugye kergitekkel, rodokokkal és szaranidákkal. Sajnos. Várjunk, nekem van ugye egy csomó foglyom, amit szeretnék eladni, csak itt nincs kinek. Kudánba nem tudok menni, irány Kuráv. Területem ugye nincs ostrom alatt. Nagyon jó, irány Kurávba akkor. El kéne adjam ugye ezt a rengeteg foglyot. Ó, itt van torna. Oké, tökéletes. Van egy csomó nagyon jó foglyom, vagyis már csak volt. Tényleg ugye késem van azzal, nem tudok védekezni, ajaj. Kéne egy kard, meg egy, oké, meg egy pajzs is, de, ajaj. Ó, eldobtam a kardot. Oké, ez nagyjából ugye olyan volt, hogy mire felvettem a pajzsot meg a kardot, addigra nagyjából mindenki kidőlt. Az... az igen. Bakker! Az a baj, a pajzsát találom el, vagy mellé megy. Oké, Artiminer volt az, vagy Menor. Oké, mind a kettő íjász, ami jó. És utoljára pedig Lezalit maradt. Nem hiába én vagyok a főnök. Van 61 gárdistám, az jó. Rendben, mit kéne? Mennyien vannak Drihimben? Oké, van némi bevételem, ami jó.
Egész addig még ugye bevételem van, addig oké a dolog. Borkának ugye szintén intelligencia kell, és ugye még jobb észlelés és nyomkövetés. Képzek némi előcsatározót. Kell ugye néhány extra IA-s mester. Hakim Sultán. 133 védő, az nem olyan sok. Ám bár, várjunk, ha minden igaz, Halmarban azt hiszem többen vannak. Nekem igazából Durguba kéne. Igen, 275, amiből ugye 153 dárdás, 5 lovas, 6 lovas íjász, 1 előcsatározó és 110 veterán lovas íjász. Várjunk, elmegyek Narrába. Itt ugye van 66 íjászmester, 34 gárdistám. Oké, itt vannak 115-en ugye Dashvalemir. Bár mindegy. Foglalj emelj, amelyed várát, 160 védő, ám bár nekem igazából ahhoz egy csomó íjászra lenne szükségem. Oké, ezeket legyőzöm. Ahhoz ugye, hogy könnyedén el tudjak foglalni egy várat, vagy egy város, sok íjászra van szükség. Oké, bár ez egy egész gyenge sereg igazából. Ó, az igen, kapott egy szúrást, két lövést és még nem dőlt ki. Nem hiába menekültek, ugye? Oké, mindössze egy ellenség maradt, és ha jól látom, az egy lovas, aki ugye hamarosan el is menekült.
Egy gárdista ugye meghalt. De nem olyan vészes. Hadd menjen. A gond ugye azzal a 67 íjász mesterrel van. Ez amúgy ostromtornyos? Igen, és 60 óra kéne a megépítéshez. Oké, irány Teramavára. Itt van 54 íjász mester. Kellenek az íjászok. Oké. Irány Narra. Arra gondoltam, Durgubát fogom támadni, amúgy nem Jamejedvárát. Csak össze kell szedjek némi katonát. Oké, 13. Oké, a 100 védő csak megmaradt, jó. És irány Durgobán, bár igazából még kéne némi egység. Néhány katon, amivel nem vagyunk fullosak. 10 gyalogos, oké, még kell 10 ember. Igaz, hogy nem elit katonák, de igazából nem számít. A lényeg az, hogy létszám. És extra kezdési előny. Mennyien védik Ahmerradot? 165, az kevés. Oh! Oké. Nem gondoltam volna, hogy indítanak majd egy támadást. Irány Narra akkor. Kíváncsi vagyok, mennyien vannak. Hát, nem valami sokan. Túl gyorsak. ...1600-at kapok Brakaemirért. Legyen. Hopp, várjunk. Neked annyi. Le kéne győzöm azt a másik nemest is, és utána pedig irány Durguba ellen. Ugye valahogy el kell foglaljam Durgubát szépen lassan. Le kell morzsolni a védőket, ugye az íjászokkal, utána pedig jöhetnek a gárdisták. Oké, igazából elmehet.
Az a baj, hogy ő kergít és nem érem utol. Oké, megy Drihimbe. Rendben, ha ő megy Drihimbe, akkor én megyek Durgubába. Várjuk, valójában a szaranidákkal... valójában a szaranidákkal békét kéne kössek. Mert én a rodokokat akarom ugye gyengíteni most már. Szóval, hogyha megint felajánlják a békét, akkor el fogom fogadni. 330 védő. Hát igen, nem kevés, az egyszer biztos. Oké, holnap támadunk. Oké, jön egy nemes ide, az nem jó. Nem kezdődik jól. Egyet mondjuk kilőttem, szóval oké. Hány emberem halt meg? 11, az tűrhető. Az ellenségnek majdnem 100. Csatározó. Oké, ám bár az első támadás az jó volt. Igen, az első támadás az egész jó volt. Irány Terramavára, és vagy irány először Shariz. Esetleg váltságdialkusz nincs, de itt van Jeremus. Jeremus. Rendben. Wow, 37, az igen. Oké, kéne némi extra élelem. Nehéz nagy hosszú fejsze. Nordokkal már játszottam, ugye? Oké, okay, innen kivennék még némi gyalogost. Itt is van 78 gárdista. Oké, okay, most már ugye van 83. Annyi az egész, ugye, hogy a gárdistákat viszonylag könnyű kifejleszteni, ugye? És város... támadáskor oké, és a városvédéskor jobbak, mint támadáskor, de ugye ez minden egységre vonatkozik. Igazából egy jó egység, ugye? És olcsó is igazából a fenntartása. Olcsóbb, mint a mameluk.
Oké, képzek még íjászokat. És vegyük ostrom alá a várost, és arra gondoltam, hogy egy napot kéne várni, ugye, és akkor mehet a támadás megint. Igazából az ellenség ugye sok íjászt elveszített. Előbb ugye le kell mozsoljam az íjászokat, utána pedig a seregből lerakom az íjászokat, és az íjászok helyett hozom a gárdistákat. Hogy lassan ugye elfoglaljuk a várost, hoppá. Oké, irány narra. Igazából örülök annak, hogy megtámadnak. Az igen? Oké, nem gondoltam volna, hogy ennyien lesznek, de igazából örülök neki, hogy ennyien vannak. Az egyik nemes az nagyon bátor. Ha minden igaz, akkor ebből lesz egy ostrom. Aminek ugye nagyon fogunk örülni. Bedaráljuk majd őket. Oké, egész jó volt. Egy mameluk és még egy lovas plusz veterán gyalogos. Várjunk, a veterán gyalogost eladom, meg a Veigir gyalogságit. Meg a lovast is. És a két mameluk csatlakozik, annak nagyon örülök. Mameluk marad, és kell helyette két íjász. Vagy legyen még egy gárdista, és még egy íjászmester. Oké, várakozzunk. Wow! 1512! Oké. Haver. Na jó, hogy őszinte legyek, ennyi ellenségre nem számítottam. 1512. Gondoltam, hogy 5-600-an vannak. Igaz, hogy nem néztem meg a nemeseket se, ugye, hogy igazából mennyien vannak. Ám bár mi vagyunk a védők, és lassan több mint 100 embert elveszítettek.
Szerintem ezek itt nem fognak bejutni. Az a baj, hogy sokszor a pajzsukat találom el. Igazából a másik oldalt kéne legyek. Mert ugye a bal kezükben van a pajzs. Már több mint 200 veszteség, nekem pedig összesen 15 halott és 23 sebesült. Sokan vannak, de nem elegen. Erre meg kifagy a játék. Oké, srácok, nagyjából ugyanott vagyunk, ahol ugye kifagyott a játék. Bár lehet, hogy egy kicsivel többen odavesztek már ugye az ellenségből. Kicsi furcsa volt amúgy, hogy kifagyott a játék, mert az alapjáték az... Hát igazából az egyik kezemben meg tudom számolni, hogy eddig ugye, ahányszor végigjátszottam, hányszor fagyott ki. Az a kifagyás, az nagyon furcsa volt. Na de mindegy, néha megtörténik. Oké, nem érem el őket.
Oké, már több mint 500-nak annyi. A sebesültekkel együtt. Jaj, szinte gondoltam, hogy egy idő után célba vesznek. Jó ötlet volt fejleszteni a karakternek ugye lövőerőt. Thank you.
Oké, wow, 125 sebesült és lassan majdnem 800 halottjuk lesz. A maradékot, ha minden igaz, legyőzöm nyílt terepen, és a szaranida hadseregnek egy ideig annyi. Szaranidákkal nem lesz gond. ...784 halott. Rendben. 22 morált kaptam, de hírnevet nem. Oké, szóval ostrom... Városvédéskor a játék nem ad hírnevet. Hát az gáz. Az nagyon gáz. Várjunk. Még vannak 600-an. Oké, most már nincsenek 600-an. Szinte gondoltam amúgy, hogy az lesz ugye, hogy felhagynak a támadásra. Jó sokan voltak, de legyőztük őket. A minőség ugye nagyon verte a mennyiséget. Oké, hogy elnézem, elmenekül az a veterán lovas íjász. Oké, 51 védő maradtam, bár egy kicsit még itt maradok, mert lehet, hogy visszajönnek. Oké, mégsem. 51 védő maradt, de nem gond. Irány Durguba. Probléma az ugye, hogy megint az van, hogy nincs elegendő emberem. Igazából jó lenne békét kötni a szaranidákkal. Oh, hello. Nyílt terepen nem akarok megküzdeni velük. Valójában faluban, hogyha harcolnék ellenük, az jó lenne. De nyílt terepen az nem jó ötlet.
Az fejre ment. Oké, okay, ez egy kicsi sereg, de elit. Hiászmesterek, mamelukok, gárdisták. Oké, okay, két embert veszítettem. Nyolc íjászmester, egy mameluk és egy gárdista. Az íjász az nem kell. Ő itt ugye harcolni akar. Igazából... Mindegy. Rendben. Artiminer le van sebesülve, Lezalit pedig... 10 jártosság vagy képességpontja van, csak az egész nem nagyon tudok fejleszteni semmit. Közeledek a szintlépéshez. Oké, okay, legyen az, hogy ostrom, és holnap támadunk. Igazából még egy napot várok. Vagyis várjunk. Igazából oké okay a dolog. Szóval, ja, meg lesz a létre és támadunk. Oké, okay, amúgy kevés az íjászuk. Hogy a fenébe lehet az, hogy ennyi íjász közül engem lőnek? Vagy ennyi ember közül engem lőnek? Oké, okay, hány íjász maradt? 11. Rendben. Az oké. Okay. Kellenének a gárdisták. Nyolc íjászmester még csatlakozott.
Jó, és irány még néhány emberért. Ennyi az egész narrában nagyon kevés emberem van. Irány Shariz. Ez a Mundhali Remir, ez még mindig itt van. Á, mindegy. A gond az, hogy még ugye van... Oké, elfogadom a békét a szalanidákkal. Békét kötöttem. Még van ugye 11 IAS mester. Azon kívül pedig 54 mameluk, 65 mameluk és 54 gárdista, 23 gyalogsági katona, 25 lovas. Hát ez kicsit se lesz egyszerű. Várjunk. Artiminér. Kell a pajzsa. Mert megpróbálok majd bejutni. Oké, legalább a izékkel már ugye nem állok hadban a szaranidákkal. Oké, holnap támadunk, mert igazából még nem vagyunk fullosak. Nem hiszem, hogy elsőre meg lesz, de szerintem egy olyan kettő, esetleg három támadás is meg lesz Durguba. Oké, nőtt az intelligencia egyet. Az jó. Kell majd, várjunk, ki kéne választani akkor egy másik könyvet. Legyen Hereniusnak ajánlott retorika. Rendben. Alájem még csak 85%-on van, ám bár elkészül a létre is, és igaz, már holnap lesz, szóval holnap támadunk. Oké, néhányan szintet léptek. Azon csodálkozom, hogy a rodokok nem indítanak támadást. Hát mondjuk itt bejutni... Hát egy próbát megér, de szerintem nem jön össze. Jézus Mária! Na ja. Az jó vicc. Igen, mamelukok és gárdisták. Az jó vicc volt. Oké, holnap támadunk. Igazából olyan, hogy küldöm előre az embereimet, aztán... Gárdista meg mameluk harcol, ugye gárdista és mameluk ellen, és... Lassan, de szerintem le tudjuk majd morzsolni őket. De kb. Annyi. Mivel... Nem tudok bejutni annyi az egész. Ah!
Ah, a néve. Sokan ott spanoltak. Ám bár ha ezt a várost elfoglaltam, nekem igazából békét kéne kössek mindenkivel, és nagyon ki kéne képezzek egy csomó katonát, mert például ugye ott van Narra, szinte üres a város, alig van 50 ember. Azt hiszem 54 emberen védi. Egyszerűen nincs elegendő emberem. Ezeket mi az eget csinálnak? Hű, de sokan meghalnak, te jó ég. Ám bár az ellenségnek még így is nagyobb a vesztesége. Oké, vonuljunk vissza. 110 védő maradt. Igazából a támadás nem volt rossz. Oké, várakozzunk. Szaraniták megtámadták a rodokokat. És ugye én is hadban állok a rodokokkal, az azt jelenti, hogy a rodokok nagy valószínűséggel felajánlják a békét hamarosan. De persze, addig nem fogom elfogadni, még el nem foglalom Durgubát. Azon csodálkozom, hogy a kergitek nem támadtak meg még egyszer sem. Bariét megszerezték a vejgírek. Átállt a nemes. Oké, igazából vinnék némi íjaszt. Íjasz mestert. Igen, például a mameluk fenntartása 30 dénár, a gárdistatok 15. Íjasz mester 14. Ha, bakker, annyira kevés emberem van. De ha minden igaz, most meg lesz a város. Amúgy úgy vettem észre, hogy nincs olyan kétkezes fejsze, amit a gárdisták használnak, pedig az nagyon király fejsze. Olyan fegyver ugye van kétkezes, amit a mamelukok használnak, de olyan, amilyet a gárdisták én még nem láttam.
Igen, itt van például. Nehéz, nehéz vas... Vagy nem, azt dobtam el, a vasbuzogányt dobtam el, Saranid a csatabárdja. Ez nagyon király fejsze amúgy. Nagyon-nagyon király. Oké, még van 60 védő. Például ugye várostámadáskor, hogyha győzök, akkor ugye kapok hírnevet, de már város vagy várvédelemkor nem. Ami részben talán ugye... okés is, mert ugye várost megvédeni nagyon könnyű, és ugye hogyha például megtámadnak... Ugye volt ugye az ostromom Narrában, ott ugye mi lemészároltunk több száz támadót, és ugye nagyon sok hírnevet adott volna a játék. Lehetett volna spamelni, vagy farmolni úgymond a hírnevet. Én egy pajzs. Azt hiszem győztünk. Ó, várj, még vannak 10. Ott jó ég, észre se vettem, hogy ott vannak fent. Oké, már csak 8. Igazából épp annyira nem volt nehéz elfoglalni ezt a várost. Persze. Mindegy. Egy emberük maradt, ha minden igaz. Nem. Oké. Győztünk. És a legrosszabb az egészben, hogy foglyokat nem szerzek. Ja. Mert ugye az a néhány elintézet. Annyi az egész, ugye, hogy
Abba a toronyba valamiért az emberém úgymond nem tudtak bemenni. Pedig szerezhettem volna egy csomó izét, gárdistát, mamelukot, és fel tudtam volna venni őket, de most már mindegy. A legjobb az egészben, hogy a nordok is úgy vannak vele, hogy felajánlották a békét. Oké, megvan a 100 védő, nagyon jó. Mesteri rövidi. Sebzés az egy kicsit gyenge, de elég gyors, ugye, meg pontos. Rendben, kéne vigyek némi védőt Narrába. Itt van 51. Ezzel 53. 63, és több elit katonám nincs is. Wow. Az gáz. Amikor 63 védő, az jó. Aminek ugye örülök az az, hogy meg lett ugye Durguba. Oké, szerintem legyőzzük őket. A falusiak is besegítenek. A létszám előnyünk az megvan. Van néhány mesterlövész, azt el kéne intézzem. Inkább nem megyek oda. Mivel ha vagyok olyan mázista, ugye, hogy egyből eltalálnak. Oké, mindössze egy emberük maradt. És győztünk. Oké, szóval volt két parasztasszony, az egyik meghalt, a másik megölte a számszeríjaszt. Lol. Elmehet. A lényeg, hogy győztünk. Na
Nagyon meg voltam elégedve izével a gárdistáimmal. A város támadáskor. Szerintem jól nyomták. Ó, tényleg, itt is csak 69 emberem van. Hogy a fenében van ilyen kevés emberem? Elképesztően kevesen vagyunk. Oké, 100 védő Sharisban megvan. Karafárában 77. Igazából jó lenne most valahogy békét kötni a izével a népekkel. És összegyűjteni ugye megint legalább egy olyan 1000, esetleg 2000 újoncot, és kiképezni őket. Na jó, ám bár arra gondoltam, hogy zárom a videót. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!